Megérkezett a betlehemi békelánga múzsiai Mária Szent neve plébánia templomba. Szent misén osztották ki, hogy a cserkészek tovább vigyék a vajdasági településekre. Mi vajdaságiak Szegedről hoztuk át, és most itt Múzsán lesz majd az átadás. Vajdaságból több helységből is érkeznek cserkészek, Szabadkáról, Topolyáról, Kishegyesről, Csantavérről, a múzsaiak itt vannak, Horgosról, Kispiacról. Tehát én nagy számban kb. 100-150-en veszünk majd részt. A betlehemi békeláng az összetartozás, a biztonság, a kölcsönös bizalom és a szeretet jelképe. Nekem a betlehemi láng azt jelenti, hogy az összcserkész barátom, így együtt vagyunk, és az olyan, mintha mindannyian ilyen láng volnánk, így egybe. És szeretném ezt a lángot hazavinni a családnak, és a fenyőfába körbe rakni, és leülnénk is, akkor ott beszélgetnénk. A betlehemi békelángnak minden évben megvan az üzenete. 2015-ben a betlehemi láng üzenete, hogy minden ember számára szeretnék fény lenni. Tehát fényt vinni mindenki számára. Az azt jelenti, hogy én bírjak fényt adni másnak, és én adhassak másoknak fényt, bennem kell, hogy legyen a fény valójában. A Németországban tanuló Damjanovics Tímea vitte a békelángot az oltárhoz. Nagyon fontos, hogy itten is, ugye egész Vajdaságban szétoztuk ezt a lángot, és most Muzslára jött mindenki. A Vajdaság minden területéről jöttek cserkészök, és ez egy nagyon jó alkalom, hogy a cserkészek megismerkedjenek. A betlehemi békelángot a cserkészek az Aracsi Puszta templomhoz is elvitték.